2C. Folyamatosan érkeznek az adományok a Kecskeméti Egyházközség diakóniai központjába. Elsősorban tisztálkodási eszközöket, vitaminokat és tartós élelmiszert várnak. A kecskeméti református egyházközség is segíti a határon bizonytalanságban várakozó honfitársakat és a hazánkba érkező menekülteket. Napi szinten kapcsolatban állnak a határmendi református közösséggel tájékozódnak az aktuális állapotokról. A gyűjtésen túl lelki gondozásban, gyermekek oktatásában, tolmácsolásban és lakhatásban is tudnak majd segíteni a menekülteknek gyűjtjük az adatbázisunkba azokat, akik az otthonukat ajánlják föl, vagy lakhatásban tudnak segíteni. Azok, akik esetleg, ha hosszabb elhúzódó válság van, és sok gyermek érkezik, akkor az oktatásban tudnak részt venni. Szeretettel várjuk azokat a felajánlásokat, akik a szállításban, akár itt Kecskeméten belül tudnak adomány szállításban segítséggel lenni. Valamint olyan lehetőségre is van, lehetőségünk is van, hogy tolmácsolást kérünk. Már eddig is sokan felajánlották, hogy szállást tudnak biztosítani az ide menekülőknek. Az egyházközség a Református Gimnázium internátusában is fogadja az ideérkezőket, és igény szerint más szálláshelyeket is meg tudnak nyitni előttük. Mindezeken túl lelki támogatásra is hív az egyházközség. Csatlakoztunk egy nagy nemzetközi ima közösséghez is. Ahol sok millióan vettek részt a világon, és ezt szeretnénk hirdetni, és erre szeretnénk buzdítani a gyülekezet tagjait, hogy ebben továbbra is szolgáljon. Hordozza imádságban a menekülteket, hordozza imádságban az ott élő embereket, és hordozzuk imádságban azokat is, akik a háborúban állnak, egymással szemben álló ellenséges feleket. Az adományokat személyesen a Kecskeméti Egyházközség diakóniai központjában a Szarvas utca 5 szám alatt várják, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Pénzadományokat is fogadnak, melyet befizethetnek a Kecskeméti Református Egyházközség pénztárában a Szabadságtér 7 szám alatt, hétfőtől péntekig 10 és 14 óra között. Átutalhatják a megadott számlaszámra, de adakozhatnak persei adományként a templomban erre a célra kihelyezett perseibe. Minden információ megtalálható a www.creck.hu oldalon.